Üdvözletem! Ez itt a Horoszkóp, és ebben a videóban az Amazónia című kannibálos filmről szeretnék nektek beszélni, úgyhogy vágjunk is bele! A Horoszkóp csak szórja az adást! 976, és meg is van a hatás! Bocsáni, Deszkréven, Adrien, Bárgó, Zitélet, Napban, odavág a tárnót! Na most, hogyha azt mondom valakinek, hogy kannibálos film, akkor szerintem a legtöbbünknek a kannibál holokausz jut az eszünkbe, vagy esetleg a kannibál ferox lenzivel. Amúgy egyébként nekem is például, de ugye jó pár film készült, nem egy túl sok, kevesebb, mint egy tucat, ez is közéjük tartozik, viszont ez nem azt a vonalat követi, nem ezt a dokumentarista stílust, ami a holokauszban volt, mert nem is ezt a őrült gort, ami a feroxban volt. Ez egy más jellegű film, ebben is megvan a kannibálokkal kapcsolatos dolog, de nem úgy, mint azokban a filmekben, itt nem annyira egyszerű ösztönlényeknek vannak bemutatva igazából, ezt így tudnám mondani, nem annyira arról szól az egész, hogy hogyan darabolják, belezik ki az embereket, mert maga a törzsi élet valamennyire ebben jobban be van mutatva bizonyos rítusok szempontjából. Na de, én ezt a filmet egyébként egészen kicsi voltam, amikor láttam. Én nem emlékszem pontosan, valahonnan kölcsön kapta édesanyám narrátorosan ezt a filmet, és ami mindig megragadott engem, a kanibálnak a neve a filmben, az Umukai. És úgy is hívták szerintem ezt a filmet narrátorosan, vagy nem tudom, hogy Umukai, vagy nem tudom, mert ebben van egy fő karakter, kannibál, bár nem kannibál igazából, hanem egy ilyen benszülött, Umukainak hívják, ugye a legtöbben nincsen egy ilyen fő karakter, hanem ott általában csak egy nagy massza az egész, és mindegyük ugye egyformán aljas, itt nem. Itt van egy Umukai nevezetű karakter ebben a filmben, és ezt én narrátorosan láttam, és ez tisztára megmaradt, és ezt elég sokáig keresgéltem annak idején, hogy mi lehetett az a film, amiben Umukai volt ugye egy ilyen indián. És akkor hát nagyon örültem, amikor annak idején rátaláltam. Főleg, amikor az Égtét Films kiadta Blu-ray-en Angliában ezt a filmet, hát elég jó kis borítója van. Hát filmesztelenül szerepel benne a főszereplő hölgy ebbe a filmbe. Van rajta kisebb mennyiségű extra is, de hát azért lehetett volna szerintem jobb. Igazából egy ilyen 50 perces kis dokumentumfilm van ilyen kannibál filmeknek a történetéről. Belekezdve igazából ez valamennyire egy ilyen bírósági filmnek is lehet mondani, ugyanis a főszereplőnőt, a Catherine Mice, ugyanis ez a Catherine Mice story, hát azt írják a film elején, hogy igaz történet alapján, hogy ez mennyire igaz történet, annak én nem néztem utána, de hány film elejére ki van írva igaz történet alapján, és aztán meg nagyon nem az. Na ugye ez egy bírósági jellegű film, és ott a bíróságon vallatják ezt a hölgyet, hogy mi történt ott az őserdőben, ahol ő volt. Egyébként Angliában is játszódik a film, amikor ugye elkezdődik. Mi történt ott az őserdőben, mi történt bizonyos gyilkosságokhoz, és ugye elmeséli a történetét ez a Catherine Mice, és akkor utána sok ezből kapjuk ugye a jeleneteket, hogy mik történtek kronológiailag szépen. Szerintem nagyon ötletesen van a film egyébként szerkesztve, végig érdekes, meg fenntartja az érdeklődését az embereknek, tehát nem úgy van, hogy unalmas, meg leül, vagy túl sokat tökölnénk ott a bíróságon, épp annyi van a bíróságból, amennyi kell, aztán jönnek ugye a jelenetek, hogy mik történtek ott az őserdőben. Szerintem ez egy frankó megszerkesztett film. Igen, és ugye történet szerint ő egy brit származású hölgyem, én volt ott Angliába, és akkor elment ugye nyaralni az őserdőbe, az Amazonashoz, a szülei ott élnek, és hát megtámadják őket, kannibálok. Tehát úgy nem akarom lelőni a filmnek a sztoriát, mert van egy pici kis, nem is csavar, csak igazán kiderülnek bizonyos dolgot a háttérben, mi is történt, amikor megtámadták őket, és amiatt megtámadják őket, ő egyedül kiszorul a dzsungelbe, és egy jó pár hónapot ott kell töltsön köztük. És közben ugye a törzsfőnek ugye magáival akarja tenni, mert hogy ugye az ő rabszolgája, tehát vannak itt olyan dolgok, amik ugye jellemzők ezekre a kannibál filmekre. Szerencsére állatgyilkosság az nincs. Maga az, hogy ugye szűz még a hölgy, és akkor a szüzességét hogyan veszik el, meg mit tudom én, az egy eléggé undorító és durva dolog szerintem. De van benne egy indián, az Umukai, aki őt a szárnyai alá veszi. Viszont a nő meg nem akarja, mert azt hiszi, az Umukai volt köztük, aki megtámadta őket a hajón. Tehát ő valamiért így rémlik neki. Na mindegy, és akkor ugye a filmben ez meg kiderül, de nem akarok spoilerezni. Úgyhogy egy jó kis történet is van emögött az egész film mögött szerintem. Jó a színészi játék is, meglepően jó a színészi játék. Van benne gore, bizonyos mennyiségben, nem kell itt ilyen ferox jellegű dolgokra gondolni, de azért van benne
némi mennyiségű gyor, és ami van, az jó néz ki. A vérszín az tök jó néz ki szerintem, maga is spriccel. Illetve meg vagyok lepődve néhány ilyen kamera beállításon, hogy milyen szép operatéri munka van helyenként. Gondolok itt, mikor megy a hajó, le van téve a kamera a hajóra, és akkor így megy szépen a hajó, és hát ott vannak mondjuk a hullák rajta, ami nem egy szép jelenet úgymond, de mégis úgymond jól néz ki az ember szemének, jól esik, hogy mozog ugye a kamera folyamatosan. Carpenter ugye hányszor ugye mondjuk autó tetejére teszi a kamerát, és úgy megy. Igen, gór is rendben van, színészi játék is, helyszínek is, a sztori is szerintem úgy igazából rendben van ennél a filmnél. És meg kell mondjam őszintén, megszeretjük ezt az Umukai nevezetű karaktert ebbe a filmbe, és egy horoszkóp dalba bele is van foglalva, hogy Umukai rohan, Amazónia Umukai rohan. Nosztalgia vonat, mert ez is egy nosztalgiához tartozik a részemről. Egyébként a filmnek a zenéje meglepően kellemes, nyugtató, ebbe a Kannibál holokauszt emlékeztet, hogy az is úgy elindul, hogy megy szépen a kamera ott az Amazonas fölött, és akkor, hogy milyen szép nyugtató zene, és így megnyugtatnak, és aztán jön a borzalom. Itt is szép zenéje van, de itt nem kapunk olyan mennyiségű borzalmat, mint a holokauszban, ebbe is kapunk, de nem annyit. Vagy igazából tetszik a filmnek a befejezése, egy kicsikét talán szívszorítónak is mondható szerintem, hogy mi történik a főszereplő nővel, illetve magával az Indiának a kapcsolatával, az Umukainak. És tetszik, ami a végén, ahogy lezárják ezt az egész történetet. És sajnos valamennyire igazából ennek a filmnek a megoldása, nem is a megoldása, hanem akkor vége van a filmnek, picit ilyen szívszorító, ahogy említettem, hogy a kapcsolatukkal mi is történik az Umukája. És ami talán még igazán szívszorító, hogy maga a főszereplő nő, az Elvira Audrey, aki a filmben szerepelt, sajnos a 2000-es évek környékén öngyilkosságot követett el, amitől talán, hogy ezt még tudja az ember, még inkább szívszorítóbb lesz ennek a filmnek a befejezés. Tehát ezek olyan dolgok, amik az ember ugye nem tud segíteni, és még inkább picikét is szomorúbb lesz az embernek a hangulata a film után, de egyébként mindenkinek tudom ajánlani, aki kicsit is vevő a kannibálos zsánerre, hogyha nem, akkor is, mert ez nem annyira egy ilyen kannibálos film, ilyen őserdőben játszódó, törzsben is résztvevő hölgyről szól, ami mögött van egy kis érdekes sztori, meg ugye bírósági jelenetek is. Úgyhogy én összességül tudom ajánlani ezt a filmet mindenkinek. Aki látta ezt a filmet, érdekelne a véleményetek a komment szekcióba. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a következő videóig is. Béke!